Egy osztályban maximálisan 5 gyerek, gyógypedagógus tanítónéni, óvónéni és asszisztens. Ezek a legideálisabb feltételek a speciális nevelési igényű gyerekek számára. A hagyományos óvodákban 20-24-es csoportok vannak, hiányoznak az asszisztensek, a fogyatékkal élő gyerekek megfelelő fejlesztésére nincs lehetőség. Farkas Márta, 5 éves kisfia eddig nem járt óvodába, külön fejlesztő foglalkozásokon vett részt. Az édesanyja örül a speciális óvoda megnyitásának. Ezek a kisgyerekek ugyanúgy megérdemlik, hogy legyen számukra is egy ilyen intézmény, ahova napi szinten járhatnak, ahol nincs ott minden pillanatban az anya, meg megtanulják, hogy van egy tanítónéni, óvónéni, akinek szót fogadhatnak, mert igenis ők is meg tudják ezt szokni, meg megtanulják mi az, hogy közösségbe tartozni, és legyen számukra is egy intézmény, ahol célirányosan csak velük foglalkoznak, ahol a saját igényeiknek megfelelően mondjuk megtanulják sorba a színeket, számukat, a énekeket, mondókát. A speciális óvodában 5 gyerekkel 2 osztály nyílhat. Sokrétű foglalkozások lesznek, célirányosan fejlesztik a gyerekeket fizikális és mentális szinten. A mentális sérülés a alap, és hozzá a tanítónénieink úgy vannak képezve, hogy a tornaterápiától, a zeneterápia, arteterápiától kezdve nagyon képzett tanítónéink vannak, akik hogy ezen a részen fogják a gyerekeket fejleszteni. A magyar nyelvű speciális óvoda megnyitása mérföldkő lehet. A korai fejlesztés nagyon fontos, mivel eddig a speciális alapiskolában tanuló gyerekek többsége nem járt óvodába. A speciális óvodában olyan szintre is sikerülhet fejleszteni a gyereket, hogy akár hagyományos iskolába is mehet.